A szív egy kúp alakú, üreges szerv. A férfiak szíve általában 300-350 g, a nőké általában 250-350 g tömegű. A szívfal, vagyis a szív, láthatjuk, hogy az emberben hol helyezkedik el, az ember mellkasában. Ez a modellünk ez szétszedhető, ezért most kiemeljük innen a szívet, és megnézzük, hogy a szívnek a szívfal szerkezete miből áll. Tehát kívülről a szívet a szívbulok borítja, ez a külső része. Belül található a szívizom, itt középen gyakorlatilag, és legbelül pedig a szívbelhártya található. Ennek a szív modellnek a segítségével láthatjuk az emberi szívnek a belső szerkezetét, láthatjuk a kamrákat, a pitvarokat és a vitorlás billentyűket is. A mai óránkon egy sertés szívet is fel fogunk boncolni, hogy saját szemünkkel láthassuk egy valódi szívnek az összetételét. Ebben a kísérletben egy sertés szívet fogunk most felboncolni. Először vizsgáljuk meg kívülről a szívnek az alakját, a színét, tapintsuk meg, hogy milyen fogása van. Érezhetjük, hogy mennyire izmos, tömör szervről van szó. Miután a szívet ketté vágtuk, nézzük meg belülről a felépítését. Figyeljük meg kívülről, hogy milyen vastag szívizom határolja. Figyeljük meg belülről a pitvarokat, a kamrákat. Keressünk benne vitorlás billentyűket. Hogyha tudjuk azonosítani az ereket, akkor keressük meg az aortát, keressük meg a vénát és a tüdő artériát is.